Hát üdv innen a tükröm elől, gondoltam, hogy még mesélek nektek egy picit, addig hasznossá is teszem magam, és megcsinálom a hajamat. És eléggé ráfér, mint látjátok, eléggé kócos. Jó, hát ez köszönhető annak, hogy iszonyatosan vékony szálú, és összekócolódik, másrészt ugye a napi hajmosás is nem tesz neki túl jó, de hát muszáj mosni, úgyhogy amit elveszek tőle, azzal, hogy naponta megmosom, mert hogy elképzelhetetlen, hogy ne mossam meg ezzel a pikkely sömörrel, így vissza is adom neki, amit elveszek, van ez a gubancolódásmentes, tudjátok, véletlenül hazahoztam ebből egy sampont, egyébként ez volt a régi csomagolása ugyanennek a terméknek, ez pedig az új, ebben nagyon pici van, illetve esténként ugye mindig bekenem ezzel a DMS, hát ilyen kókuszos hajtelje. Most viszont a gubancolódásmentesség az ment rá tegnap, most olajat szeretnék rátenni, meg ugye balzsammal szoktam még fújogatni, mert ebbe az olajba sincs túl sok. Na mindegy, úgyhogy lássunk is neki helyre tenni ezt a gubanc madarat itt a fejem tetején. Ja, mit szeretnék nektek mesélni? Sokat gondolkodtam, hogy meséljek-e róla, vagy se. De tényleg, hogy meséljek-e róla, vagy se. De úgy vagyok vele, hogy már így is észrevettétek, hogy ritkábban vannak videók, így úgy gondoltam, hogy hát igen, mesélek róla tulajdonképpen, meg most, hogy kamionozni voltam, nagyon sokan megkérdeztétek, hogy oda tanulok-e be, és mondtam, hogy nem, de volt most lehetőségem igen egy hétig rendesen eljárni dolgozni, szombattól szombatig, tényleg teli napokra, ez köszönhető volt annak is, hogy itt volt a mama, szólva lett, hogy hivatalosan megyek, de ezt talán mondtam is a kamionos videóban, hogy ezáltal ugye az ember ki tud szállni olyan helyeken is, ahol amúgy nem szállhatna ki a gépjárműből, illetve tud segíteni is. Na mindegy, nem. Még mindig nem a szakmámban fogok dolgozni, még mindig nem kamionozni fogok. Ez a hajó majd jövőre fog eljönni. Most jelenleg az első cél az az, hogy Mancikának megtanítsuk azt, hogy időbe kelljen, és induljon el iskolába a busszal, bár ha jól emlékeztek, Dorinát még 5. osztályban hordtam suliba, ugye Mancika is most 5. megy. Ezt a tanévet szánjuk még arra, hogy besegítek neki. Nagyon érdekes amúgy az internet, mert így rákerestem, én is kíváncsi voltam, hogy most tényleg mi vagyunk ennyire balfasz szülők, vagy sem, hogy hány gyerek az, aki egyedül megy iskolába, és bármilyen cikket is találtam, majd lehet, hogy ide beteszem nektek sorba, ilyen képeket fényképeztem ki. Azt találtam, hogy ugyan elmennek már iskolába, bár a legtöbb ember állítólag 14 éves kor alatt nem szívesen engedi, amíg ugye nem teljes mértékben cselekvőképes, bár mondjuk 18 éves koráig így is, úgy is te vagy érte a felelős, de hogy ugye ha több megállót kell menni busszal, meg mit tudom én, De a legtöbb szülő kikíséri a buszhoz a gyerekét, és útba indítja, hogyha nem helyi iskolába megy, de olyat nem igazán találtam, hogy rázár a gyerek és elmegy. És nálunk is ez a nagy probléma, hogy most jelenleg, hogy ezért nem tudok reggel 4 órakor elmenni itthonról apával együtt, tehát hogy mind a ketten elmegyünk reggel 4 órakor, mert nem tudna felkelni. Bármilyen cikin is hangzik. Nem tudom, hogy vagytok-e itt olyan nézőim, akinek van nagyjából hasonló korú gyereke, 10-11, max. 12 éves, akinek itt ting, reggel kipattan a szeme, csitibe vágja magát, reggelizik, és el is éri a buszt. Vagy mindenki indítja őt, na hát ez itt a nagy probléma, hogy mi nem tudjuk őt indítani, hogyha nem vagyunk itthon reggel 4 órakor mind a ketten, és Dorina nem... Lehet azt mondani, hogy persze majd a Dorina, nem akarok egy közel egykorú gyereket azzal stresszelni, hiszen ő felel a saját dolgaiért, ő fel kell időbe. Amúgy ő úgy, ahogy fel tud kelni, igaz, hogy nyom egy pár szundit, de azért ő fel kell pár szundi után, és összekészül, és ő tényleg eléri a buszt. Ő a tavalyi évben busszal jött, busszal ment. Az év elején még párszor hordtam, meg kivétel volt ez alól, amikor maradt el óra, érte mentem, vagy amikor gitárja volt, érte mentem, mert akkor viszont nem volt járat hazafelé, de hogy értitek, anya helyett anya legyen a kisebbiknek.
Nem, ez nem az ő felelőssége, nem az ő kötelessége, és nem őt kell, hogy nyomassza, hogy a húgát ébrezgesse reggel, hogy macika, kelljél, el fogunk késni, mint amit én szoktam csinálni, hogy úristen, mennyi az idő, kelljél már, öltözzél, már el fogunk késni, kelljél már. Na mindegy, most ez a cél, hogy a következő lépésben, ugye Dorina már úgy önmagában teljesen önálló, egyedül megy, egyedül jön a buszhoz, viszont macika nem. Hát, 5. osztályos, 11 éves, na mindegy. Viszont ehhez mérten kerestem egy olyan munkát, amit amúgy már régóta terben volt az, hogy elmegyek dolgozni, mi is kijeljek itt a 4. osztályt, ami hozzánk kapcsolódik, és nem lesz annyi ugráltatás, ekkor gyere, akkor gyere, így gyere, úgy gyere. Aki régóta követi a csatornát, az bizonyára emlékszik rá, hogy ez tényleg így működött régen. Volt kétfajta órarendünk, volt olyan, amikor a gyerekemnek nem volt első órája, akkor az egyiket vittem 8-ra, de mondjuk már végzett 11:35-kor, a másiknak, akinek nem volt első órája, vittem 9-re, és az végzett 12:30-kor, nagyjából a 8 és 9 óra közötti járatnál volt 15 perc szabadidőm itthon, aztán utána, mire hazaértem a második suli körből, már mehettem azért, akit hamarabb vittem, aztán azzal is hazaértem, és mehettem azért, akit később vittem, szóval tényleg olyan volt, mint a kengyelfutó gyalogkakuk ez az egész délelőtt, csak mentem. Szünet van, nem lesz iskola, nem kell menni, leesett a hó, szóval vihar van, mit tudom én. Kerestem egy olyan munkát, itt már vége, ugye a másik iskolában most már 2 év tapasztalatunk van, hogy ég és föld a kettő. Ja. Ami nekem teljesen jó, flexibilis, és tényleg fasza. Hát álmomban nem gondoltam volna, hogy valamilyen téren a YouTube csatorna is hozzá fog segíteni, ugyanis amikor jelentkeztem az állásra, hát több okból kifolyólag, de beleírtam, hogy nekem van egy YouTube csatornám, van egy Kleinegewerbém, hogy magyarosítsam ezt a szót, hogy értsétek, egy kis vállalkozáson, mert ez a csatorna, amit néztek, ez egy hivatalos csatorna, tehát nem ilyen feketén működő, le van papírozva, stb. És hogy milyen téren, ugye mondta a könyvelő anna, hogy évi 17.000 euróig beilleszthető más munka ez mellett, tehát lehet csinálni párhuzamosan a Kleinegewerbével másik munkát is. Így úgy gondoltam, de nem akarok sokat beszélni, mert már 7 perc, hogy ezt mindenképpen szeretném odaírni, illetve referenciának is akár jó lehet. Hát jól is jött, ugyanis azt mondta az emberke, hogy ki mást is választhatna, hogyha nem engem. Ja, szóval igen, mi a munka? Takarítok. Kedvencem. Nem tudom, hogy mennyit beszélhetek róla, és mennyit nem, ugyanis a munkaszerződésemben van egy olyan pont, hogy titoktartás. Ami amúgy nem tudom, nem ismerem a német törvényeket, hogy mire korlátozódik. Tehát, hogyha ott az ember talál egy 20.000 eurós számlát, nem mondhatom el, hogy kinek mi, meg hogy, vagy valamelyik páciensnek a személyes adatai, értitek? Tehát az ember ott sok mindent lát, majd, mert a jelenleg még nem látok semmit, ugyanis dolgozok, de ez egy újonnan nyíló épület, egy hatalmas nagy egészségkomplexum, ami hivatalosan ugye úgy akartam, hogy augusztusban elkezdődik az iskola, beszoknak, és akkor utána megyek, de azt mondta, hogy akár már most is lehetne jönni, ugyanis most épül ez az épület, és rengeteg munka van. Gondolom, hogy azt nem titok elmondani, vagy ez nem titoktartás, de amúgy nem akarom megütni a bokám. Egyébként egy rövid videót készítettem ott, hogy majd a mamának el tudjam küldeni, meg így barátoknak. Na mindegy, szóval, de nem tehetem bele szerintem videóba egyáltalán. Én úgy gondolom, hogy nem, meg hát nem is nagyon láttam másnál, akik így dolgoznak, hogy így a munkahelyen videózgatnának, meg hát én sem videózgatni járok oda. Na mindegy. De azért szerettem volna nektek egy kis részletet mutatni, inkább mesélek. Szóval ez egy hatalmas épület, 700 négyzetméter, rengeteg kezelővel, meg mindenféle lesz ott, tehát egy ilyen egészség központ konkrétan, tényleg mindenféle kezelések lesznek, vannak zuhanyzók is, most épül, most csempézik, gipszkartonozzák,
iszonyat nagy por van bent, a villanyszereléstől mindenféle kábelek vannak ledobálva, csavarók, ugye az egyéb szerelésektől törmelékek. Nincs egy olyan pontja az épületnek, ami ne lenne full koszos. Úgyhogy marha nagy motivációt érzek benne, és egy kicsit jó érzés is lesz, hogy én egyedül fogom rendbe rakni, mert hogy egyedül vagyok erre az egészre, és tényleg nagyon, nagyon flexibilis. Mondhatni, hogy a főnököm, ugye ez volt a másik kitételem, hogy egy olyan helyen dolgozzak, ahol az az ember a főnököm, aki, ez most így lehet, hogy furán hangzik nektek, de hogy számtalan munkát lehet találni az interneten, takarító cégeknél, mondok egy neves Schulz, de ott az ember a századik a sorba, és ott hiába írják azt, hogy akár flexibilis is lehetne, nem. Főleg nyáron a szabadságolások idején nem az, ugyanis olyankor hajlamosak dobálni az embert, ezt már leérdeklődtem egyébként egyszer régebben, most ide 10, most oda 20 kilométer, most ide mész 15-re, most itt 9-től délután 3-ig leszel, most 6-tól délig, most déltől 8-ig, most 8-tól 10-ig, most ez helyett jössz, most ide jössz 10 kilométerre, most oda 20-ra, köszönöm, nem. Tehát én azt akartam, hogy egy olyan ember legyen a főnököm, aki maga a létesítmény, tehát ne vonatkoztassunk el ez ilyen áruházi munkáktól, meg egyéb gyárcsarnokoktól, meg ilyenektől. A másik az, hogy nagyon tiszta a munka, bármennyire is takarítós munka, de itt nem lesz összekenve fekáliával a WC-deszka, mint például egy általános iskolában előfordulhat. Nem lesz egy éjszakai buli után a WC mellé odahányva, hogy így mondjak, mert tök jó volt a buli, tehát ilyen hotelszobák takarítani. A gyerekem keresztanyja azért mesélt finomságokat. Nagy mik voltak. Tehát ez egy tiszta munka, ide úgymond egészséges emberek jönnek, ám mégsem egészségesek, tehát egy egészségközpont, de nem olyan dolgokkal jönnek, hogy influenza, meg bármilyen fertőzések. Na, értitek? Tehát nem olyan betegségre gondolok. Mozgásszervű betegségek, vagy egyéb dolgok, mint például egy folyamatos fejfájás, amit kiakupresszúráznak, ha jól mondom. Edzéseket tartanak a létesítményben, most nem akarom megnevezni, hogy milyen edzéseket, napjainkban nagyon divatos edzések vannak ott, mindenféle gépekkel is akár, ilyen áramos gép, meg amúgy ilyen, tudjátok, na mindegy, nem akarom ezeket a szavakat használni, nem akarom azt se, hogy túl sokat mondjak róla, ugyanis tényleg nem tudom, hogy ez a titoktartás mire vonatkozik, meg mellesleg ugye a főnököm tudja, hogy mi az én csatornám, tehát bármikor belenézhet, és én nem akarom megütni a bokámat, ugyanis én nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek a lehetőségnek és ennek a munkának. Úgyhogy az elmúlt két hetünk az eléggé futkározósra sikerült, ugyanis ahogy jelentkeztem erre az állásra, el kellett menni egy állásinterjúra, ja, hát hozzáteszem, hogy elsőnek az a levél jött vissza, hogy köszönjük az állásbetelt, és mondom, akkor jó. Eltelt egy hét, és jött egy, de szó szerint az a baj, nem akarom ide bevágni a levelet, nem fogok bizonygatni. Akinek mutattam, az tudja, a barát, hogy miről beszélek, és szélnek csak ennyi volt, köszönjük az állásbetelt. És utána rá egy héttel meg jött a levél, hogy kedves Ságiné, tényleg hivatalos megszólítással, szeretnénk, ha eljönne egy állásinterjúra, és meg is lett kérdezve az ember, hogy egyébként ez most akkor mi volt, hogy előtt egy héttel kaptam egy levelet, hát más kezelte az e-maileket. Az, akinek a feladata volt, nyilván nem az orvos adta fel a hirdetés, az kezelte az e-maileket, és így ugye pattogtatta ki az embereket, hát én is kilettem pattintva, gondolom abból kifolyólag, hogy bevándorló vagyok, vagy nem tudom, mert ugye egy ilyen rövidebb életrajzot írtam magamról, hogy hány éves vagyok, mióta élünk itt, amúgy mi a szakmám, tehát LKV-fárer vagyok, de jelenleg ugye abban nem dolgozom, és ugye, hogy van már egy kis vállalkozásom, mert van egy YouTube csatornám, a YouTube csatornámon is találhatóak takarítós videók, és stb. És erre jött, hogy őt ez nagyon érdekli, meg hát ki mást is választhatna, nem egy ilyen embert, és azt mondta, hogy igazából ezt fogta meg, nagyon sok jelentkező volt még rajtam kívül. Na mindegy. Szóval én nagyon örülök neki, szerintem ez egy tök jó lehetőség, és napi szinten ugye kommunikálok is vele, mert jelenleg is úgy dolgozom, hogy
flexibilisan. Tehát amikor valamit kell csinálni, mivel mondtam, ez egy építkezés, ahogy készülnek el bizonyos termek, úgy megyek, úgy csinálom jelenleg, aztán majd persze, amikor beindul az élet, akkor megint változik, de akkor is ugye azt beszéltük, hogy teljes mértékben beilleszthető lesz az, hogy mondjuk a gyerekeimet reggel el tudjam indítani iskolába, hogy tényleg kinoszogassa az ember az ágyból őket, hogy és Dorinát mondom, nem kell, de Mancikát igen. Ha szünet lesz akkor is, akkor lehet, hogy lesz olyan, hogy mondjuk egy-két napig azt mondom, hogy most nem megyek be, aztán utána meg belehúzok. Tehát tényleg azt mondta, és ez nagyon szimpatikus volt az emberbe, hogy akkor és úgy megyek, ahogy nekem jó, annyit vagyok ott, amennyit akarok. Most erre mondhatnám azt, hogy ja, hát nyilván nem annyit, amennyit akarok, addig kell ott lenni, amíg munka van, de ha most jön valami extra, hogy esik ki mondjuk pár nap valami miatt, mondjuk egy betegség miatt, és itthon kell maradni, mert most persze szünet van, de na értitek, szóval nagyon jó, és ugye megvolt az interjú, akkor utána, ugye ez az interjú, hagyjuk már, beszélgetés, ami nagyon jó volt, nagyon aranyos volt a doki, akkor utána másnap odaadta a szerződést, amiben láttam ezt, hogy hát én az én elképzelésem az volt, hogy ó, majd csinálok nektek is videót, nyilván nem tudom, hogy így gondoltam. Na mindegy. Ott láttam a hetes pontba ezt, nyitottunk egy bankszámlát is nekem, nem azért unkvetlen, hogy ne apáira menjen az a jövedelem, egyébként egy félállásról beszélünk, egy magyarul mondom, félállásról beszélünk, nem mondom a német nevén, mert tudom, hogy nem szeretitek, hogyha úgy mondom, és azt mondta, hogy ez egyébként lehet több is néha, mert hogy meghaladhatja azt a keretet, ugye, aki itt él, az biztos tudja azt, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy vannak miniállások, amik azt hiszem havi 40 órát nem léphetik túl, vannak a félállások, azok, ha már a heti 40 órát túllépik, akkor már teljes állásnak bizonyulnak, egyébként 38-nál még félállásnak bizonyulnak, na mindegy, ez jelenleg egy félállás. És ugye úgy voltunk vele, hogy jó, mivel így se úgy se volt bankkártyám az elmúlt 6 évben, igen. Ja, mert majd mert tudjátok, hogy milyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk az orvoshoz járással, és hogy hát, majd. Majd holnap elmegyünk, majd holnap kérünk időpontot, majd holnap intézünk. Igazából nem volt annyira fura, hogy nem volt, mert engem aztán marhára nem érdekelt, hogy most van a nevemben egy plastikkártya, vagy nincs, hanem nem nézek úgy ki, mint Viktor. Ha csak nem vágnám kupaszra a fejem, meg növesztenék még erősebb bajszót, akkor talán fizethetnék vele bármelyik egységben. Mindegy, ez volt a tiszta, hogy akkor oké, akkor nyitunk egy bankszámlát az én nevemre, ami egyébként egy közös használatú és teljesen más banknál elhelyezkedő számla lesz, piros-fehér banknál, nem a sárgánál, mert ugye a sárgának most változott az apja, ha valaki posztbankos, akkor bizonyára látta, és hát marhára nincs vele apánk sem megelégedve, úgyhogy mindent is fogunk áttolni arra. Na mindegy, úgyhogy, ja, ezt is kellett intézni. Most még vannak hátra olyan papírok, amiket hónap végig le kell adnom amúgy is az óraelszámolómat, ami nyugdíjfizetésről szól, meg mindenféle ugye, adószám, meg, mert be vagyok már ugye jelentve attól a naptól, ahogy mondom, hogy már volt az interjú, másnap adott a szerződést, és azóta, hogy akár már ma is kezd. Ez szeptembertől kerestem, mindegy, ott van ez a létesítmény, ami éppen most készül, szóval munka van dögivel, amiben én nagyon nagy motivációt és kihívást érzek, és nagyon tetszik, szóval ettől jobb munkám már csak tényleg a kamionozás lenne, de majd egyszer átmegyünk azon a hídon is, mert egyébként nagyon jól esett, amikor egy hét után kiszálltam a kamionból, ugye küldtük a fényképeket a főnökének a közös pólóba, mármint abba a pólóba, ami a kifejezetten a cégnek a pólója, az egy ilyen ünneplős póló, amikor 40 éves volt a cég, akkor készült, pár évvel ezelőtt voltunk egy ilyen céges parton, és aki régóta követi a csatornát, az biztos látta, hogy voltunk egy étteremben, és abba a pólóba ment mindenki, na és most az utolsó nap előtt, hétvége, szombat volt az utolsó nap előtt pénteken abba a pólóba mentünk, hogy ugye ne szombaton zaklassuk a főnökét, és átküldtünk neki egy pár képet, hogy köszönöm ezt az egyhetes lehetőséget reggeltől estig, hogy mehettem, mert iszonyatosan jól esett, és hát imádom én is ezt a szakmát, és azt mondta, hogy ugye tudod, hogy nálunk mindig lesz helyed.
tudom. Egyébként most ciki vagy sem, ezt a barátaimnak mondtam, de egy-két könycseppet elmorzsoltam, mert hogy tényleg nekem egy, ezt nem mondom, hogy nagy álmom, mert akkor lenne nagy álom, ha még jogosítványom se lenne hozzá, de hogy tudja már végre abban a szakmában dolgozni, de ugye mindig vannak fontosabb dolgok, vagy hát értitek, ami mindenki érdekét szolgálja, egy család, egy egység úgy működik jól, hogy mindenki érdekét szolgálja az a dolog, és ugye apa így tud kényelmesen elmenni 20 perc, bizonyára nagyon fog mindenki érdekelni ez a videó. Szóval, hogy bizonyára úgy tudunk jól működni, hogy ő neki nem kell, hogy fájjon a feje az miatt, hogy nyáron mikor vegyen ki Szabit, mikor ki legyen itthon a kölkökkel, ha a beteg kimaradjon itthon, hogy reggel, ha 4 órakor mind a ketten elszivárgunk itthonról, hogy fele tudtak ébredni, eleérték a busz, bejutottak az iskolába, vagy nagy isten feljelent a jugendemnál valaki az iskolától, hogy a gyerekeim csesznek suliba járni, mert nem kellnek fel, és akkor meghúzkodnak minket. Szóval nekünk ez így tök jó, meg hát persze, amikor picik voltak, nyilván vinni is kellett egyébként. Tényleg nagyon érdekes cikkeket lehet találni az interneten ezzel kapcsolatban. Olyan, hogy egyedül kelljen, kulcsos gyerek legyen, és mindent egyedül csináljon itthon, tehát hogy full egyedül legyen tényleg reggel 4-kor, ha elmennek a szülők, és mindent projekteljen, nem igazán. És mi tudjuk azt, hogy nem is képes-e a 11 éves még nálunk, ami vagy ciki, vagy nem, hogy ezt így elmondtam, de nálunk nem. Nem tudom, nálatok írjátok meg, hogy vagytok-e úgy, ahol mind a két szülő 4 órakor elszivárog otthonról, és az otthon maradt gyerekek azok mindent így csitin, megoldanak, meg elérik a buszjáratot, meg elmennek, meg megjönnek, meg minden. Tehát nálunk ez most így működik. Jövőre egész biztos vagyok benne, hogy más lesz a felelés, legalábbis most ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, mert ez így egy kicsit kényelmes is volt, mint nem az volt, hogy sok családnál például 2 hetet az anyuka van a gyerekkel, 2 hetet az apuka, aztán 2 hétre még kihoznak egy segítséget, egy nagyszülő formájában, akár sogor-sogornő, keresztény, bárki, hanem tudtunk együtt is lenni, tehát együtt időt tölteni, hát lehet, hogy ezek után nem, mert egyébként azért egy 6 hetes szünetet valahogy le kell fedni, de ez most így jó volt, és akkor ugye ott vannak a 2 hetes őszi szünet, tavaszi, meg a téli, tehát meg a betegségek ugye, ami egyébként, le is kopogom, én az elmúlt 2 évben nem voltam beteg egyáltalán, az elmúlt 2 évben. Apára se volt jellemző, Mancika összenyalta a koronát évvégén, de előtte ő is vagy egy évig nem volt. Úgymond nagyon beteg, tehát hogy volt ilyen 1-2 napos valamilyen, de az semmi. És Dorina szintén nem igazán volt beteg, beteges, hál' Istennek. Ja, tehát ebből a szempontból nagyon jól állunk, de abból a szempontból nem, most sem tudunk reggel 4 órakor mind a ketten lépni itthonról. Márpedig ez ilyen, hogy mondják, nem tudom, ilyen buli. Na mindegy, megyek, felöltöztem, elkészültem, vár a munka, hajrá, aztán majd még találkozunk.